A Vállalkozz Digitális Program Miskolci állomásán vagyunk itt, ilyenből más helyszínen lesz több. Mi is történt ma? Igen, ez volt az országban a negyedik rendezvényünk, és ez volt a kelet-magyarországi nyitórendezvénye, a Vállalkozz Digitálisan Modern Vállalkozások Programja rendezvénysorozatnak. A mai napon miskolci, Borsod megyei és az észak-magyarországi régiónak a vállalkozásait vártuk, annak érdekében, hogy bemutathassuk nekik, hogy mivel, milyen eszközökkel, hogyan tudják hatékonyabbá, gazdaságosabbá tenni a vállalkozásaikat. Erről szólt a mai nap. Mit kell tudni magáról a programról, mekkora pénz áll rendelkezésre, konkrétan milyen segítségeket kaphatnak ezek a vállalkozások, és mi a menete, a folyamata, hogy ezt a segítséget igénybe vehessék? Ez egy olyan program, ahol a programban résztvevő cégek nem elsősorban forrásokra pályázhatnak, hanem olyan jellegű segítségre, amellyel a cégük életében a digitalizációt elő tudják segíteni. Egy 27 főből álló tanácsadó hálózatunk áll rendelkezésre, a ország összes pontján, ők a kereskedelmi és iparkamarák irodáiban működnek. Ők, ezek a tanácsadók, ezek egy auditot hajtanak végre a cégeknél, átvilágítják, hogy milyen eszközök, milyen módszerek meghonosításával lehetne gazdaságosabbá, hatékonyabbá tenni a cégeket. Ezt követően javaslatokat tesznek arra, hogy milyen eszközöket vezessenek be. Ezek a javaslatok, ezek többségében olyan partnerektől érkeznek, olyan partnerek ajánlatai lesznek, akik egy rendkívül kedvezményes ajánlattal támogatják meg a programunkat. A cégek a rendezvényeken túl, nem csak a rendezvényeken, hanem az interneten elérhető szemléletformáló anyagokból is tanulhatnak, bővíthetik a tudásukat, és természetesen egy komoly média támogatással, egy komoly PR kampánnyal igyekszünk a vállalkozásokat elérni, és őket tájékoztatni arról, hogy érdemes, és hogyan érdemes a digitalizáció irányába lépni. Tudom, hogy ez a program ez nem feltétlenül a konkrétan az eszközökről és a fejlesztésekről, hanem a hogyanokról szól, de elhangzott itt ma is több alkalommal, és hogy azért vannak a Ginóban olyan most induló pályázatok, vagy a közeljövőben, amelyek társként ezzel együtt közösen fognak nagyon-nagyon hathatós segítséget jelenteni. Erről tudhatunk-e valamit? Igen, a nyár elején több olyan pályázat robban be a vállalkozók életébe, amely segítségével visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatások segítségével tudják a vállalkozások digitalizációját, vállalkozásaik szoftverellátottságát megtámogatni. Ez várhatóan egy olyan jellegű támogatás lesz, amely 40% visszatérítendő, 40% visszanemtérítendő és 20% önerőből fog állni, és ilyen konstrukcióban fognak tudni akár 35 millió forintos forrásra vagy projekt megvalósításra is pályázni. Amikor arról beszélgettünk én már többedik alkalommal, hogy vállalkozások informatikai fejlesztése, akkor mindig elhangzik az egyik legfontosabb tényező a pénz. Nincs elég pénz. Most viszont itt a kerekasztal beszélgetésen forrásokról adott hírt. Mit is kell tudni arról a pályázati lehetőségről, ami megnyílik? Így van, most nyílt meg egy pályázati lehetőség, a GINOP 8.1.16, ami a kis- és középvállalkozások versenyképességének a javításáért jött létre. Ami igénybe vehető hitelösszeg az 600 millió forint, 15 év futamidőre, beruházási célra, illetve tárgyi eszközök vásárlására lehet igénybe venni, és a nagyszerű dolog az, hogy teljesen nulla költséggel, nulla kamat, nulla költséggel. Mire számítanak, milyen lesz az érdeklődés? Az ön véleménye szerint mennyire van igény? Igazat mondtam-e akkor, amikor azt mondtam, hogy tényleg nagyon sok esetben a pénz az akadálya annak, hogy fejlődjenek ezek a vállalkozások? Elindultak az MFB pontok a Budapest Bank fiókjaiban is. Óriási igény van, és igazat mondott, nagy probléma a forráshiány. És a nagyszerű lehetőség ebben a programban, hogy olyan vállalkozások is kaphatnak lehetőséget, akik esetleg a banki hitelprogramokban nem férnek bele. A Vállalkozz Digitális Program Miskolci állomásán önök a Bosch, itt a Best Practice. Milyen olyan megoldásokat használnak, ami már elindította önöket a digitalizáció útján, ami miatt jó példaként szolgálhatnak az itt megjelent helyi vállalkozások számára? Több mint 400 beszállítóval dolgozunk jelenleg. Nagyon fontos, hogy a kommunikáció a Bosch, illetve a beszállítóink között egy szabványos, digitális csatornán folyjon. Erre EDI, Electronic Data Interchange, ez az, amit használunk, és ez az elvárás a beszállítóinktól is.
Ahogyan hallottam, nagyon sok termék van, nagyon sok alkatrésze, gondolom ezeknek a koordinálása, megrendelése, egyéb történet is szintén digitalizálva kell, hogy történjen ahhoz, hogy hatékonyan legyen. Ugyanaz a rendszer, vagy van erre egy másik? Természetesen van vállalatirányítási rendszerünk, SAP-t használunk erre a célra, és az EDI-on keresztül ugye így állítjuk be ezt a direkt kapcsolatot a beszállítókkal. Mennyiben különleges az, hogy ilyesmit használnak? Ugye itt kis és középvállalkozások vannak a fókuszban, önök ennél egy picit nagyobbak. Mennyire volt egyszerű ennek a rendszernek a bevezetése, és tudja javasolni a picit kisebbek számára? Ezek hatalmas rendszerek, egy ekkora cég esetében ugye ez abszolút nem kis rendszer. A bevezetésére általában külön, illetve egy új verziószám bevezetésére külön projekteket hoznak létre, fél év, másfél éves időtávlattal, tehát ez egy nagyon nagy beruházás. Viszont amennyire tudom, ezek a korszerű vállalatirányítási rendszerek kínálnak megoldásokat kis és középvállalkozások számára is. Tehát megvásárolhatóak olyan árfekvésű, olyan teljesítményű modulok ezeknek a vállalkozásoknak, amelyek testre szabva az igényeiket kielégítik. Mi a véleménye a Vállalkozz Digitális programról? Nagyon tetszik a kezdeményezés, mindenképp megragadta a figyelmemet, hogy mennyire le vagyunk maradva a régióban, illetve Nyugat-Európához képest az ERP rendszerek használatában a kisvállalkozásoknál. Ezt mondhatom, mivel beszállítókkal dolgozunk, ez egy olyan fontos kritérium, ami felvértezi a beszállítókat azzal, hogy napra kész és nagyon gyors információáramlást biztosítsanak a vevők számára. És ugye az információ hatalom, ez manapság egy olyan követelmény, ami nélkül nem tud az ember versenyelőnyt kiépíteni.